Tudtam, hogy ez jön. Minden hónapban kim volt a 15-ös számú címlapon. És akkor bementem, megkérdeztem, hogy többiek hol vannak, akkor azt mondták, hogy hát ők sztrájkolnak, mert Gangsta Zoli képregény után ők nem hajlandók írni a labba. Nekem viszont volt sok érdekelzásom. Valóban 15 évvel ezelőtt történt meg az, hogy a PCX-et váltotta a GameStar újság. Ez egy nagyon jó időszak volt. Nagyon jó team verődött össze addigra. De tényleg egy ilyen klasszikus útkeresés volt az első időszak a GameStar-nak. Nem volt minden humor nélküli, inkább így fogalmazok. Ebből játéklap lesz, és játszani fogunk, meg jó lesz, és minden szuper. Másfél évig volt szerencsém vezetni ezt a társaságot. Csináltunk kék GameStar-t, piros GameStar-t. Akkor mindig lobogtatták, hogy na, a német GameStar, hogy azok milyen menő csávok. Ezüst GameStar-t, zöld GameStar-t. Ő meg azt mondta, hogy hát ezt be kell zárni. Összecsomagolt GameStar-t. Meg egyébként, hogyha bezárja, akkor én megveszem egy forintért. Kerek GameStar-t, kocka GameStar-t. Annyi gyönyörű élmény volt a GameStar kapcsán, annyi pozitív visszajelzés. Szerintem a mai napig vitatkozunk, hogy kinél volt az első CD melléklet, azt hiszem. A nyomda nem fogja ezt kinyomni, eljönnek hozzám a nyomdászok és agyonvernek. De az a lényeg, hogy remekül szórakoztunk ez alatt az évek alatt, és mellesleg még dolgoztunk is, és újságot is csináltunk. Imádtam ezeket az éveket, én nyugodtan mondhatom, hogy legtöbb kollégát, aki ugye itt dolgozik, Mazurtól kezdve mindenkit, nagyon sok embert hoztam akkor a céghez. Ugye egy komoly párharcot folytattunk abban az időben a PC guruval, ezt neked nem kell ecsetelnem, hiszen te akkor a PC gurunál dolgoztál. Az amerikaiak, ugye az lapkiadók nem is nagyon hittek benne, hogy Európában lehet játék magazinokat jól csinálni. Éjjel-nappal ment a szerkesztőségben egy időben a vovozás. Ez egy szenvedély, tehát a több mint hobbi. Én voltam a szerkesztőségi csapatban a tank, tehát nem nagyon tudtam azt megoldani, hogy én teljesen kivonjam ebből magamat. Mindig röhögtünk rajta, hogy életmód magazinnak hívtuk egy kicsit, de bocsánat, elabom a poént. De hát kerestük azt az utat, hogy mi az a határ, ameddig érdemes elvinni egy játékmagazint. Úgyhogy alapvetően szép emlékek voltak. Egy hollywoodi akciófilmet is lehetne forgatni arról, hogy már itt van a futár, aki vinné el Székesfehérvárra a CD gyárba a cuccot, de még mindig nincs meg a licenc, még mindig nem írták alá, és még mindig nincs valamiért letöltve arról a weboldalról, ahol le kellene tölteni.